A szakképzés erősítését tűzték ki célul ma a Széchenyi István Műszaki Technikumban. Az intézmény igazgatója azért hívta össze a kerekasztal beszélgetést, hogy a fehérvári cégekkel közösen jelöljék ki a fejlődés útját. A 11. évfolyamtól is megjelennek a duális partnereknél már a tanulók, és ugye az új kamarai akkreditációs rendszerben van egy előfeltétel, hogy képzési programmal kell rendelkezni a cégeknek, az iskolával egyeztetett képzési programmal, és annak kapcsán gondoltuk ezt a szakképzési kerekasztalt, hogy tudjuk meg azt, hogy a Széchenyitől mi az elvárása a cégeknek, és ők milyen jövőbeni elképzelésekkel rendelkeznek, hogy hogyan tudjuk ezt mi segíteni. A város polgármestere arról beszélt, Székesfehérvár kiemelt figyelmet fordít az oktatásra, hiszen a gazdasági növekedés a szakképzés és a felsőoktatás nélkül nem történik meg. A város elkötelezett abban, hogy a szakképzési rendszer és hozzá kapcsolódóan pedig az egyetemi struktúra folyamatosan fejlődni tudjon. Az Óbudai Egyetem és annak albarégia műszaki kar egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés küszöbén áll. Bizonyos szempontból ez a fejlesztés már az előkészítés fázisában lévén el is indult. Ez szerintem egy óriási lehetőség, és én biztos vagyok benne, hogy óriási lehetőség a fehérvári szakképzési rendszernek is, nyilván zászlós hajóként pedig a Széchenyi számára. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja kiemelte, a gazdasági szereplők és a szakképzés együttműködése nagyon fontos, mert ezáltal olyan naprakész tudást adhatnak a diákoknak, mellyel a cégek gyakorlott munkaerőhöz, a fiatalok pedig biztos megélhetéshez jutnak. Lassan megalapul ebben a hónapban az ágati képzőközpontunk, ami specializált gép- és járműgyártás, illetve gépészet ágazatban fog megszületni. És az állati képzőközpontban foglalkoztatott tanulókat is szeretnénk úgy foglalkoztatni, és úgy mozgatni együttműködési megállapodásra, hogy az szintén minden partnerünknek segítségére legyen. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum szeptemberig lefekteti az informatikai ágazati központ alapjait is, így a vállalati szektorral közös kerekasztal beszélgetésnek különleges apropója van, tette hozzá a kancellár.